Üdvözlöm, kedves barátaim! Ebben a világban van, hát van 400 emberfaj, 8 millió 400 ezer élőlényfaj van, amiben lélek meg tud születni, vagy életforma, úgy is mondják, életfajok. 400 ezer emberi faj, és ezek között még van a démonikus, démonok, ez is egy emberfaj. Ebből van több fajta, van ráksaszánk, akkor van mindenféle másfélék is, deítják, danavák. És ezek a démonikus személyek, akik ateisták, nem hisznek Istenbe, és másokat mindig támadnak, csak ők élvezzenek, és így tovább. És vannak azok a lelkek, akik van köztöse, köztös is sok-sok-sok, de hogyha szélsőségeket veszünk, akkor vannak démonok, és vannak dévaták, isteni természetűek, az azok, akik Istennek a törvényei szerint élnek. Mind a két csoport akar boldog lenni, de az egyik tisztességes úton átjött a boldogsághoz, a másik mindenféle csalás, másoknak a fájdalom okozás által, és így tovább. És ma van egy ünnepünk, Ram Vijay utcava. Biztos sokszor, vagy sokan hallották már Ramayanról. Ramayan beszél, vagy meséli Ramachandrának, ugye Krishnának, Rámáról, Úr Rámáról, aki pont azért jött, hogy legyőzön a rákshaszákat, a démonokat. Bhagavad Gita-ban, a negyedik fejezetben Krishna kicsit így említetve beszél saját magáról, és arról is beszél, hogy hogyan és mikor jön anyagi világba. És akkor azt mondja, paritraná szádanam, vinásá csa duskritam, dharma samstápanártaja, számbava mi juge-juge. Eljövök a saját híveimhoz, akik elkülönülésben vannak tőlem, és meg is védem őket, mert démonok mindig zaklatnak a hívüket, hogy elpusztítsam a démonokat. Itt rögtön lehet kérdés felmerül, hogy hát akkor Isten is öl, hát akkor ez egy erőszakról van szó, meg szeretnék mindenkit nyugtatni. Isten ő abszolút jó, abszolút igazság, és hogyha valakit megöli, ez a személy, aki meghal Isten keze által, rögtön nullázva van a karma, felszabadul, sőt, visszanyerhet saját lelki természetét, visszamehet lelki világba. Szóval ez egy nagy áldás a démonoknak, hogyha Isten megöli, hanem hogy nem egy katasztrófa által meghalnak. Szóval a vinásája, csak duskritám, a duskritattákat elpusztítja, mert a démonok általában elpusztítják a lelki utat, vallásos elveket, vagy hamis utakat létrehoznak, ami nem járható, álgurúk lesznek, mindenféle ezoterikus dolgokat lelki útnak bemutatják, szóval sehova mehető utakat adnak. Ez azt jelenti, hogy a dharmát, vagy a vallásos elveket elpusztítják, még sokkal rosszabb, mikor eltorzítják. Amikor embereket félrevezetnek, amikor el van pusztítva, és ember érti, de mikor félre van vezetve, akkor ember azt gondolja, akkor van nekem a vallásos utam, de az nem az, hanem ez egy hamis. Ezért, amikor leszámolja a démonokkal, akkor dharma samstapanártaja, akkor újra fog állítani eredeti, hiteles lelki elveket, lelki utat, hogy a hívei tudjanak lelkileg fejlődni, és felébredjen szívükbe Isten iránti szeretet. És pont ma ünnepeljünk, most este lesz az az ünnep, amikor az Úr Rámacsándra megöli Rávanát. Rávana pont egy ilyen személy volt,
aki materialista volt, de ugyanakkor használta védikus elveket, mint a mondjuk a kés, késsel lehet vágni ennivalót, de késsel lehet megölni, és ő is egy hamis utat csinálta az egészből, csak azért végezte mindenféle vezekléseket, hogy hatalmashoz jusson, és kontrolláljon az egész univerzumot. De általában a démonok, amilyen eredményeket elérnek, és van, amikor elérnek eredményeket, de ennek az eredmények a természete az, hogy ideiglenes. Bármilyen eredmény, amit ember nem tiszta úttal eléri, és elérheti, és nagy eredményt, az mindig kérdés, mikor már vége lesz, megy a visszaszámláló. Viszont minden eredmény, ami lelki úton valaki szerez, vagy jut hozzá eredményhez, ez az eredmény öröki természetű. Ez a különbség. Hogyha én isteni elvek alapján próbálok teljesíteni eredményeket, akkor egyik tisztulok a karmától, másik, hogy a lelki eredményeket fogok kapni, és párhuzamosan anyagi vágyok is teljesülnek. És még egyszer vissza, de hogyha én az anyagi módszereken próbálok elérni a célokat, akkor bele szennyeződik a szívem, a tudatom, belegabolyodok a karmába, visszahatás is fogok kapni, távolodok a lelki dolgoktól, és ideiglenes az eredmény. És ezért, hogy ennek vége legyen, mert a Ravana, a Ramachandra időszakban az egész irányítás univerzum fölött átvette a Ravana, és csak visszaélte, és mindenkit csak saját élvezetre használta. Emberek elveszítettek lehetőségeket lelki gyakorlatokra, és ezért jött maga Isten, hogy megállítson ezt a folyamatot, megölte Ravanát, aki megtisztott közbe, és mindenki könnyöbbséggel kifolyta a levegőt, és újra nyerték vissza a lelki elveket. A mai napon tudunk azon meditálni, hogyha én szeretnék magamnak jót, akkor mindig próbálják tartani magamat az Isten által megadott elvekhez, mert akkor a gonosz nem fog engem sose legyőzni, és Isten mindig meg fog védeni, mint a mai történetben is, amit ma ünnepeljük. Mindenkinek szép napot kívánok, köszönjük szépen, Hare Krishna!